Kisvárdán 3 évvel ezelőtt kezdődött el az akadémiai jellegű képzés, és napjainkban már a klasszikusnak mondható modell szerint a 6 évesektől az U19-re bezárólag valamennyi korosztályban képzik a fiatal labdarúgókat. Az infrastruktúrális háttér folyamatosan fejlődik, a pályák száma is nő, a 32 fő számláló szakmai stáb tagjaival szemben pedig elvárás, hogy képezzék magukat. A Várda Labdarúgó Akadémia határok közelségét is igyekszik kihasználni, hogy a legtehetségesebb futballista palánták alkossák a jelenleg 250 játékos felvonultató akadémiai keretet. Megfelelő számú és megfelelő minőségű játékosokkal rendelkezik az akadémia. Ez alapvetően köszönhető annak a feladatnak, amit a magyar kormánytól kaptunk, a kárpátaljai játékosok beintegrálása, képzése. Ezzel egy elég nagy kiválasztási területhez jutottunk, amivel úgy gondolom, hogy jól is élünk, hiszen a most versenyző korosztályaink jelentős része, ha nem is döntő, de jelentős része kárpátaljai, ukrajnai állampolgár, illetve Szlovákiából is van játékosunk, nem egy, nem kettő, elég sok. A Várda Labdarúgó Akadémia U14-es csapata az előző szezonban megnyerte a regionális bajnokságot, majd 3 osztályozós kört sikerrel letudva a klub történetében először feljutott az első osztályba, ahová így felkerült az U15-ös együttes is. Eddig a Kecskeméttel, a Pakssal és az Újpesttel játszottak a fiatalok, és mind Deák Béla, mind Révész Csaba tanítványai megnyerték mindhárom meccsüket. Tulajdonképpen nem nagy meglepetés ez, mert a saját játékunkat vállaljuk fel mindenhol. Van a klubnak egy filozófiai stílusa, és mind a hazai, mind az idegenbeli meccseken ezzel a játékstílussal élünk, és eddig mind a 3 mérkőzést én azt gondolom, hogy magabiztosan imponáló gólkülönbséggel és a mutatott játék alapján is azt gondolom teljesen megérdemelten sikerült megnyerni, de hangsúlyozom, hogy nem ez az elsődleges. Tehát nem az eredményeket hajszoljuk, ez továbbra is nagyon fontos nálunk itt Kisvárdán. Mi játékos képzésben gondolkodunk, megvannak azok a karakterek, megvannak azok a játékos profilok, akiket mi keresünk, és a csapat az nyilván egyénekből áll, de az a célunk, hogy rövid távon minél hamarabb kerüljenek be ezekből a korosztályokból, illetve a magasabb korosztályokból és kisvárdai nevelésű, saját nevelésű játékosok. Az U15-ös csapatban szereplő Puporka Dávid az elmúlt szezonban 140 gólt szerzett. A korosztályos válogatottba is meghívott támadó eddigi 3 meccsén 9-szer találta kapuba, annak ellenére, hogy már képzettebb védők állnak vele szemben. Sokkal erősebbek, mint a NB2-ben, mint Sényő, meg ezek. Sokkal gyorsabbak, erősebbek és fizikálisabban jobbak. Az U14-es és az U15-ös csapat szombaton hazai környezetben lép pályára, a fiatalok a MOL Fehérvár FC csapatait fogadják a Várkerti Sportcentrumban.